Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videómban, ahol egy olyan problémás esetet boncolgatunk, mely bár egy adott településen lett megörökítve és rögzítve, de úgy gondolom, hogy nem csak erre az adott településre jellemző, hanem most már sajnos Magyarország egyre több településére, sőt régiónyi, megyényi területekre, és azt gondolom, hogyha ennek nem veszük elejét, akkor az egész országra ez a sors fog várni a jövőben. Nem a cigánysággal van kollektíven probléma, hanem ennek az etnikumnak egy bizonyos részével és százalékával, akik egész egyszerűen a társadalomból kiéleszkedetti életvitelt választottak maguknak, akik nem tisztelik a másik embert, nem tisztelik azokat az embereket, akik normális körülmények között szeretnének élni. Éppen ezért ezeknek az embereknek, ahol ez a fajta probléma felüti a fejét, nem marad más választása, mint vagy elköltöznek az adott településről, vagy eltűrik és szenvednek, vagy pedig asszimilálódnak. Én azt gondolom, hogy egyik megoldás sem jó, inkább a problémát talán a gyökerég lehatolva minél előbb meg kell oldani, hogy ne várjon ez az egész országunkra. Az eddigi kormányok viszont kollektíven hibásak, hiszen felismerve a helyzetet, nemhogy nem tettek ellene semmit, de még rontottak is rajta, mindezt olyan szándékkal, miszerint ebben a szubkultúrában élő embereknek a szavazata is ugyannyit ér, mint a normál körülmények között élő embereké, vagy éppen egy olyan emberé, akinek a neve előtt egy doktori jelző is található. Éppen ezért én azt gondolom, hogy mára ezért váltak nagyon sok ilyen tarthatatlanná az állapotok. Az eddigi kormányoknak és pártoknak a képviselői pedig nem csak a falunapokra kéne, hogy eljárjanak, és pörkölt szavtal összekenjék a szájukat, avagy épp az ingüket, hanem az ilyen problémás eseteknél kéne, hogy meglátogassák az adott települést, és hathatósan közreműködjenek abban, hogy ezek az állapotok mielőbb megszűnjenek. Sajnos mára ott tartunk, hogy politikai ukászok mentén sem a településvezetők, sem az adott hatóságok, vagy hivatalok, vagy épp civil szervezetek nem tudják végezni normálisan munkájukat, mert egész egyszerűen nem lehet konfrontálódniuk, nem vállalhatják fel azt a konfrontációt, ami ennek az életformának, ennek az életvitelnek a felszámolásával jár, vagy egész egyszerűen belefáradtak és beleuntak, és nem akarnak ezzel foglalkozni. De látjuk, hogy több évtizednyi problémának a szőnyeg alá söprése hová vezetett mára. Az elmúlt két hét jó volt arra is, hogy miután megkevertük az állóvizet, több polgármester keresett meg, valamint olyan cigányvezetők is, akik objektíven látják a helyzetet, és nem szeretnék, hogyha a gyermekeiknek hasonló élettérben, hasonló körülmények között kellene felnőnie. De hallod, épp az az, hogy pont tőletek nem hittem volna. Mi mondta az összes cigány a hegyen? Az, akinek ekkora putizája, mint a baj, hogy mi ide jöttünk? Miért? Nem mi jöttünk botokkal. És én azt gondolom, hogyha betartanák a közösségi együttélés szabályait, a társadalmi normákat, és viszonylag egy normális emberhez méltó életet próbálnának meg élni bizonyos emberek, akkor most nem lennénk itt. Nem lenne miről beszélni. De sajnos nem csak Rimócon, hanem az egész országban elmondható most már, hogy vannak olyan települések, amik élhetetlenné váltak. És mint látjuk, az embereknek, a még mindig többségi társadalomnak most már egyre kevésbé van ehhez türelme, mondjuk így, és egyszer el fog szakadni a cérna, és az senkinek nem lesz jó. Mi azt szeretnénk, hogyha ez úgy lenne kezelve, hogy ebből bántódása senkinek ne essen. De nem a 24. órában vagyunk, hanem már a 72-et is meghaladtuk, egész egyszerűen azért, mert az eddigi rendszerek a szőnyeg alá söpörték ezeket a problémákat. Ezekről a problémákról beszélni kell, persze sokkal jobb lenne úgy beszélni, hogyha az érintettek közül is lenne itt valaki, hát ők hol vannak. Ők miért nincsenek itt, ők miért nem oldották meg eddig ezeket a problémákat. Ezek tegnapról mára lettek problémák? Vagy 5-10 év óta problémák. Ha 5-10 év óta problémák, akkor miért nem csinált senki semmit ellene? Mi nem ellenségeskedni akarunk, mi nem uszítani akarunk, mi azt szeretnénk, hogy az élethez mindenkinek meglegyen a tisztességes, normális joga. És mindenki tudjon nyugodtan, békében élni ezen a településen is. Mi ezt szeretnénk. Hol vannak a cigány kisebbségi önkormányzati vezetők vagy képviselők? Ők hol vannak? Miért nekünk magyaroknak kell ezzel foglalkozni?
A romai önkormányzatnak ezen a településen semmilyen szava nincs. Nem vagy Attila? Nem beszél. Lényeg az, hogy mi szerettük volna a másik felet is meghallgatni, éppen ezért László Attila megválasztott polgármester úrral. Megpróbáltuk felhívni Rimóc polgármesterét, mint látjuk, nem értük őt el, pedig Gulánator még a hivatalban tartózkodik. Majd írásba tesszük fel akkor a kérdéseinket neki. Azt gondolom, hogy a Magashegyi utat meglátogatva jó pár kérdés fogalmazódott meg bennünk. Akkor ezt én is így látom. Hogy az irányban mennek a dolgok itt a településen, akkor nem nagyon lesz jövője. Úgy néz ki, hogy akarat az nincsen sajnos arra, hogy ez megoldódjon. A minek? Jó, akkor hát sétáljunk egyet. Jó idő van, nem süt a nap, hál' Istennek, eső se esik. Olyan jó most. Azért sétálunk. Azért. Azért, megkerestek innen nagyon sokan Rimócról. Hát akkor csináljatok valamit, ne az összes többi. Hát nem akarunk senkivel. Nem akarunk senkivel csinálni semmit. Mi azért mentünk fel a Magashegyi útra, és hogy megkérdezzük az ottaniakat is, hogy van-e probléma a droggal. Van. Ők is ezt mondták. Megértették, és utána azt is elfogadták, hogy mi nem azért mentünk oda, hogy bajt csináljunk, hanem azért, hogy ezeket a problémákat megoldjuk végre. Azt lehet csinálni a droggal itt. Az, hogy valaki szegény, az nem egyenlő azzal, hogy igénytelen. De nézzük meg itt a, nézzük meg a magyarok portáját, és nézzük meg majd a Magashegyi úton ezeket a portákat, és én azt gondolom, hogy gettónak nem kell kötelező érvénnyel lennie. Én Erdélyben nagyon sok olyan szegény emberrel is szoktam találkozni, akik nagyon egyszerű életmódot folytatnak, de fatyolat tisztaság van körülöttük. Akik körül retek és mocsok és szeméthegyek vannak, azokon mit lehet elmondani? Azt, hogy ők csak olyan emberek. Azért teszi azt körül őket. Jó napot! Önök szerint is baj, hogy itt sétálunk? Nem? Jézus, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tiszteltem! Lócs Dávid, országgyűlési képviselő. Nem hangulatot jöttünk el, hanem azért jöttünk, mert a helyiek meg volt hívva. Az igány kisebbségi önkormányzat. Várják egy kicsit, hogy azt mondják a faluból, hogy sok minden történt, sajnos. Akinek nem inge, az ne vegye magára, de ha őszinte akar lenni. És a drog? A drog mi is elítéljük. Ezért vagyunk itt. Ezért vagyunk itt. De az, hogy betörnek és fellöknek egy idős nőt, az azért... Azt elítélem, én is elítélem. Nem a rendőrtől kell megkénteni magukat. Azért vagyunk Rimóciak hívtak ide, te. Egyetén. Nem látszik, hogy kik vannak amúgy cigányellenesek itt, meg lehet látni. De miért lennél egy cigányellenesek? Nem, mert őszintén sok van most közülünk. Nem cigányellenesek. Mi nem vagyunk cigányellenesek. Azért mi beszéljünk. De azt mondtam, hogy én örülnék a legjobban, ha nekem ide soha nem kell. Egyetlen. Ha itt a cigány vezetők, ő maguk tudnának rendet csinálni. Hogy itt ott lesz velük. És nem jöttek. Nem voltak. Tegnap előtt ott ültem. De mi vártuk szívesen, de nem jöttek. De ez a baj, akkor ők hogy képviselik itt a cigányságot? Én úgy hallottam, hogy itt az lett rólunk mondva már napokkal ezelőtt, amikor kitudódott, hogy mi itt fogunk egy gyűlés tartani a Hagyományok házánál, hogy de a magyar gárda jön. Egy, nem létezik már olyan, hogy magyar gárda, és itt Rimóci emberek vannak, meg mi egy páran. Én azért vagyok itt, mert én országgyűlési képviselő vagyok, engem elhívtak a Rimóciak, hogy erről a problémáról nem beszél velük senki, beszéljünk velük. Nem azért jöttünk, csókolom. Én nem Rimóci vagyok. Nem csúszság. Nézze. De hogy kellett volna? De hogy? Mi összegyűltünk. De figyelj ide, csak hallgass meg egy kicsit. Mi összegyűltünk a Hagyományok házánál. És ott beszélgettünk másfél órát. Önök miért nem jöttek oda? Mi szeretettel vártuk önöket. Jó szándékkal jöttünk. Itt a Robert, nem tudom milyen Robert, nem jegyeztem meg a nevét. Vele elbeszélgettünk, ő volt a legnagyobb hangadó. Elmondtuk, hogy miért jöttünk, azt mondta, ja, hát az a nekik is probléma a droggal, meg a többivel. Hogyha ez a probléma nem lesz megoldva, itt 5 év múlva ti se lesznek biztonságban. Itt ugyanolyan veszélyben lesznek. Ti is tudjátok, hogy akik már drogosokká váltak, ők nem nézik, hogy cigány vagy magyar. Ők azt nézik, hogy nekik kell a napi adag.
és el fogják venni. Ha a kerekedet teszik le, az, ha az életedet teszik le, akkor az. Megszólaltak a harci dobok? Az egyik önkormányzati képviselőm a körbe járt a hegyen, és megkért őket, hogy ne engedjenek be minket. Igen, igen. Viszont a bal, beszélj vele! Na, beszélj! Na, itt van, miért kimondta az összes cigány a hegyen? Mindegyik elmondja. De melyiket az összes? Hogy veszem? Melyiket az összes? Jó, jó, jó! Melyiket az összes cigány? Hely! Hogy a drogot terjesztettek itt a pár ezer forintos szartrekket, drogodírt és egyéb társait, vagy nem ezeket javítsd itt? Az, akinek ekkora pukulája, mint neked. Tehát, hogy ezt kéne elmondani, hogy ezt a félről, vagy hogy van? Vagy neki mondját, hogy el vagy a rendőröknek leadom. Bibi! A mély mondanom el! Bibi! Az élnek ennyien él! Baj, hogy mi ide jöttünk? Miért? Nem mi jöttünk botokkal. Nem mi jöttünk botokkal. Parancsoljon! Megyünk! Gyertek! Az előző héten 3 kutya támadás volt. És sziasztok. Egy beoltva. Milyen itt élni? Itt? Keserűség, szomorúság. Ilyen 74 évesek van, mint én. Ön ide született, gondolom. És mióta élnek ők így? Jöttetek. De javulás az nem volt tapasztalható. Soha. Csak romlik. Soha nem. Egyedül tetszik itt élni? Igen. És nem tetszik félni? Félek, de mit tudok csinálni? Mondja meg, mit tudok csinálni? Maximum elköltözni tetszene tudni, de azt nem tud, mert a házai nem fognak adni semmit sajnos. Jó egészséget kívánok, minden jót. Kezicsokom. Betekintést nyerhettünk egy olyan település résznek az életébe, ami sajnos nagyon sok helyen úgy néz ki, hogy el fog szaporodni, és nagyon sok helyen valósággá fog válni. Én azt gondolom, hogy ha végignézik ezeket a képkockákat, és elgondolkodnak rajta, akkor azt a következtetést, azt a konzekvenciát fogják levonni, hogy senki nem szeretne így élni ilyen körülmények között. De ha nem fogunk tenni valamit ezzel az élet forma ellen, akkor az a rossz hírem, hogy mindenkire ez fog várni, mindenki hasonló körülmények között fog élni pár évtizeden belül, mert egész egyszerűen ez mint egy betegség úgy terjed, nincs, aki számon kérje őket, nincs, aki retorziót fogalmazna meg feléjük, nincs, aki integrálná őket, egész egyszerűen olyan úgy néz ki, hogy a politikai döntéshozók elengedték a gyepőt, annak pedig ez az eredménye.